Tisztelőzem, hölgyek, urak! Nagyon érdekes kaja lesz, sok összetevővel. És hát az egyik, ugye már címet láttátok, ugye a scallops és a rockfish, tehát ebből a két külön étel lesz, és egy köret hozzá. Úgyhogy kezdjük. Először megcsináljuk a köretet, nagyon gyorsan. Ami nem más, mint egy kis maréknyi metélt ugye, zöldhagyma, és egy kis reszelt fokhagyma először. Szőlőmagolajat használok. Azért kell a köretet csinálni először, mert a hal meg a scallops az nagyon hamar meg lesz, és addigra azt akarom, hogy a köret is készen legyen. Úgyhogy elég erős a tűz. Már is pirul a fokhagyma. Próbálom minél kevesebbszer majd megállítani a kamerát. Az ott egy pörkölt, azzal most nem foglalkozunk. Igen. Fokhagyma kiadja az illatot, megpirult egy kicsi, ráteszem a gombát. Gyönyörűen, de teljesen készre fogjuk dinszelni a szeletelt gombát. Sózom, enyhén, és borsozom. Nagyon kevés bors. A pillanatok alatt összeesik a gomba, ugye összezsugorodik egy kicsi majd. Percekről van szó. Igen, levet engedett egy nagyon, tehát egy ennyi lapos evőkanál lisztecske jön. Keverjük, és ráteszek egy doboznyi zöld borsót. Átforrósítjuk. És egy, tényleg csak egy jó korty tejet ráteszek, és átforralom, besűrűsödik. Gyakorlatilag ezzel mindjárt kész is vagyok. Okay. Kicsit megsejmesítjük egy kis vajacskával. Na hát eddig nem volt nehéz, igaz gyerekek? Ez gyerekjáték volt eddig, igaz, amit csináltam. Jó, ezt félre is tesszük, kész vagyunk. Következő lépés, de teszek 10 dek a szoba hőmérsékletren, ugye már felpogult vajat. Egy evőkanálnyi apróra vágott kapribogyót, 2 evőkanálnyi hagymazöldjét, egy jó pupos evőkanálnyi fokhagymát, és 1 evőkanálnyi apróra vágott citrom, vágott, nem reszelt citromhéjat. Igen, ez így már összejött. Ide veszük a halat. Nagyon egyszerű dolgunk van. Megfelezzük. És csak így kézzel, ugye,
rátesszük a halacskára. És már is ugye, beleteszem a halat, azonnal megfordítom. Hozom a másikat is. Igen. Kicsit lejjebb veszem a tüzet. Jó. Nagyon jó. Jaj, kicsit meg lehet sózni még ezt a felét. Nem lett megsózva. Most kapcsolok, hogy... És még lehet egy nagyon kevés őrölt, ugye, fekete borssal még gazdagítani a dolgokat. Alright. És ezt másfél-két percig sütjük ezt az oldalt. Rá lehet önteni a citromlét, egy fél citromlevét. Jó, letelt a másfél, jó másfél perc, letelt kérem. Óvatosan. Ugye megfordítjuk a halat. Igen. Kicsit mehet erősebben. A rakfis, rock, kavics, kavicsok. Igen, hal készen van, hát ez sajnos itt szétjött. Illetve nem jött szét, csak ahogy főt tálalunk. Igen, itt megmaradt ugye a vaj. Egy evőkanálnyi. A lisztecske újra. Oké. Lekapcsoljuk. Ott van az a pörkanyag. És egy olyan fél deci borral ezt az egészet felfőzzük. De jó illat. De jó illata van. Majd, ugye, ezt rátesszük a halacskákra. Ezt a pörkanyagos dolgot. Voilà. Kérem, puding próbálja az evés. Kérem, mit szózok a terítéshez? Michelin sztár, Michelin János megoldotta itt a problémákat. Rakfis életünkben először. Ilyen halat még nem. Én még nem tudom, hogy milyen ízű. Komolyan. Olyan, mint a otthon melyik hal volt ilyen. Tudom, de nem a ponty volt ilyen otthon, hanem a harcsa. Nem tudom, majd megkóstolod, mert... De finom, jó lett. Ez is jó. Akkor ennyi. Finom lett, tényleg finom. Most direkt nem szólta semmit, mert a múltkor ilyen részletesen kikérdeztenek, ezzel beírták, hogy... Minden egyes dologra rákérdeztem, mondom, most hagyom, hagyd beszélje. Hát ennyi. Azt mondta Évi, hogy jó. Oké. Okay. Finom. Meg hogy finom. Na nézzük akkor. Hát ez tényleg ilyen lemezes. Kíváncsi vagyok mi.
That's already in the freezer. Most tényleg nem eztük ezt a fajtát. Jó? Sophia, show daddy your awards and the picture. It's on that table. I don't see your awards. Egy kicsit sortlannak érzem az egészet. No, no, nem sortlan. Egyáltalán. Jó lett. Érdekes hal. Miért hordozom ilyen érze? Mi? Harcsája? Nem, ez nem hasonlít. Ilyen tavi halnak volt. Szerintem ez nem hasonlít egyikre se. Vagy már annyira elszoktunk a otthoni. Na, jó. Kicsit ilyen száraznak érzem. Eldőbb más, mint amit szoktunk enni. Nézzük a köröteket. Nyilván, hogy jó. Helyeregek, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. A Scalopsot, azt egy külön videó lesz, egy pár perces videó lesz csak. Úgyhogy most nincs kedve megcsinálni. Úgyhogy majd jelentkezem. Sziasztok, bye-bye.